80 centi alatt elfagy a, 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 vízmérő igazából, tehát hogy ha, ha, szabadon van. Két esztendővel ezelőtt történt, hogy a hosszú hideg hatására sorra mondták fel a vízorák a szolgálatot. Takács Péter regionális vezető azt mesélte, a napi szokásos mennyiség többszörösen folyt el akkor. A mérőra meghibásodása nem olcsó mulatság. Ha csak egy háztartási vízmérőnek, a, a fagyott vízmérőnek a cseréjét nézzük, az 13.100 forint plusz áfa. Tehát ez csak a vízmérőnek a, a cseréjét jelenti, a kiszállást, a, a mérő hitelesítését, viszont ugye a fogyasztót terheli ugye az elfolyt víz mennyisége is, ami, ami jelentős, egy napi átlagfogyasztásnak többszöröse is lehet. A legnagyobb veszélyben az üdülők, tanyák, hétvégi házak vannak, itt fordul elő az esetek döntő többségében a vízórák elfagyása. A tapasztalat azt mutatja, mondja Takács Péter, hogy annak ellenére, hogy sok esetben jelentős költséget takaríthatnának meg a tulajdonosok, nem fordítanak kellő figyelmet a megelőzésre ha még eddig nem tették meg, akkor mindenképpen tegyék meg a vízmérőaknáknak a fagy elleni védelmét. Ezt meg tudják tenni akár hungarocsal, akár pokróccal, kartondobozdal, tehát viszonylag az otthona megtalálható anyagokkal védelembe tudják helyezni a vízmérőjüket, és ugye a belső csőhálózatukat. Az időjárás elődejelzés szerint az elkövetkezendő napokban igazi téli idő várható.